Közel 20 fő részvételével jött létre Szekszárdon a Gazdasszonyok Tolna vármegyei gazdaköre. A tagjelöltek egyhangú szavazással választották meg az egyesület elnökének Kővári Ildikót. Alkalmazkodunk természetesen a hamarosan országos szervezetté növő gazdaszonytagozatnak a működéséhez, de elég nagy szabad kezet is kapunk itt a megyében, hogy a tagság és a kívülről jövő kezdeményezéseknek teret adjunk, tehát tulajdonképpen mi magunk alakítjuk ki a törvényi keretek között, az egyesület keretei között a működésünknek a részleteit, és szeretnénk, hogyha ezt mi tudnánk tartalommal megtölteni. Családi gazdaság tagjaként kapcsolódok a mezőgazdasághoz. Mi tőzsgyökere szekszárdiak vagyunk, mind apai, mind anyai ágon. Ugye megszakadt a mezőgazdálkodással való kapcsolat a szocializmus évei alatt, bár édesapám ugye agrármérnökként dolgozott akkor is. A rendszerváltozás után kárpótlás révén jöttek vissza földterületek, és kezdte meg édesapám a mezőgazdasági vállalkozást, szőlészkedést, tehát valamilyen szépen így csöppentem bele az agrárium világába. Most inkább a borászkodás felé tendál a családunk, az öcsém révén most szeretnénk kialakítani egy induló pincészetet. Borászkodást most teremtettük meg ennek a feltételeit. Most tartunk a palackozásnál, a marketing tevékenységnek a kialakításán, illetve hát édesapám itt Szekszárdon aktív részese volt a gazdakörnek a létrejöttében, aztán kamarai elnök lett itt Tolna megyében az Agrárkamaránál, úgyhogy én is rajta keresztül azért belátást nyertem ebbe a világba. Az alakuló ülésen a tagok kifejtették a jövőbeli elképzeléseiket, miszerint aktívan szerepet vállalnának a térség gazdálkodóinak tájékoztatásában, a felmerülő problémák közvetítésében és megoldásában, a hagyományőrzésben, emellett olyan a mindennapokat érintő tevékenységekben, amely szerintük népszerűsíti és megkönnyíti a vidéki életformát, és erősíti a nők szerepvállalását az agráriumban is. Én úgy látom, hogy egy nagyon fiatal tagságú a Tolna vármegyei gazdasztonytagozat. Sok helyről jöttek, sok településről és sok szakterületről, és ahogy tapasztaltam, mindenki hozzá fogja tenni a maga ötletét, elképzelését, hogy is működjön az egyesület. Itt megismertük egymást szóban, bízom benne, hogy ez majd folytatódik a gyakorlatban is, és aztán megismerjük azokat a településeket, ágazatokat, szakterületeket, amelyeket ők képviselnek, illetve az adott településen még sikerül megtalálnunk azokat a gazdasszonyokat, akik részt tudnak venni ebben a programban, együttműködésben. Úgyhogy ez egy induló projekt, bízom benne, hogy eredményesek leszünk. A rendezvényen részt vett Nagyné Legény Ildikó, a Magosz gazdasszony tagozatának elnöke is, aki a nők gazdaságban és vidéki életformában betöltött kiemelkedő szerepét és annak fontosságát hangsúlyozta. Nem új keletű a gazdasszony tagozat, hiszen országosan már 3 megyében működött. Most a mi célunk az, hogy országos lefedettséggel minden vármegyében megalakuljanak a gazdasszony tagozatok. De alapvetően azokat a női tagokat várjuk, akik egy kicsit közel érzik magukhoz, vagy a mezőgazdaságot, vagy ami a másik fő célunk, a hagyományőrzés, az értékek megteremtése, az egészséges élelmiszerrel való valamiféle kötődés. Úgyhogy alapvetően ezért vagyunk itt, és talán a legfontosabb az itt lévők számára az az érdekképviselet és információ átadás, amit a Magosz berkeiben ezt magunkénak tudhatunk, és ami egyébként rendkívül jól működik országos szinten már. Most egy picit ebbe próbáljuk becsempészni a gazdaasszonyainkat. Alapvetően egy nagyon jó hangulatú alakuló ülésen vagyunk. Nekem öröm a szívemnek az, hogy ez nem egy kényszernek érzik, hanem nagyon nagy örömmel jönnek, és várták ezt, hiszen megfogalmazták ők is most, hogy nagyon fontos ez az információ, amit meg tudnak kapni, és alapvetően ezt várják. És hát alapvetően záporoztak most már az ötletek, hogy mit lehetne, helyi termékeket is, saját termékeiket ismertük meg, ami egy rendkívül jó dolog, hiszen egy picit tudjuk azt a vidéki értéket növelni így is, vagy az ő termékeik bemutatásával, ami talán egy picit gazdaasszonyos szerep is kell legyen, tehát nőként ebben nagyon sok szerepet tudunk vállalni.